Nőtt a magyar labdarúgó élvonal átlagnéző száma az ősszel a tavalyi 2770-ről egyenesen 3900-ra. A leglátogatottabb végül a Győri stadion lett. Az MLS Fehérváron és Győrben elkezdi stadionbiztonsági rendszerek felszerelését, indulnak építkezések is. Mindenről szó lesz, Stubnitzki Ferenc szövetségi stadionfejlesztő főnökkel és Borbé jogi és sajtóiroda vezetővel. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, Zára. kívánunk. Kezdjük akkor a számmal és a statisztikákkal. Örüljünk a trendnek, majd köszönjük meg a Diósgyőrnek, Györnek. Melyik áll közelebb a valósághoz? Hát örüljünk neki természetesen, mert... És köszönjük meg a Diósgyőrnek, És köszönjük meg a Diós Györnek is, meg köszönjük meg a nézőknek is, hogy, hogy eljönnek és támogatják a, így is a labdarúgást. Nagyon fontos az MLS stratégiának fő eleme, hogy 5-10 év alatt megduplázzuk, meg háromszorozzuk a stadionban az átlag nézőszámot. Elnök úr is lenyilatkozta, hogy 2018-ra 8000-es átlagot szeretnénk elérni. Ez egy nagyon kemény út, egy nagyon kemény munka, de én azt hiszem azzal a közös erővel, amit meghirdettünk a klubokkal közösen, el fogjuk érni ezt a szintet. Na most Bence és Miklós Győri edző egy kicsit morgolódott azon. Díos. a Diós Győri, igen, Diós hogy, hogy a nézőszám alapján lehet, hogy itt Miskolcon kéne kezdeni az építkezést stadion ügyekben. Van-e igazsága? Van igazsága természetesen, és hangsúlyozni szeretném, hogy, hogy ez egy picit, hogy mondjam, fals, mert, mert nem csak két stadionban, hanem minimum 6-8 stadionban el fogjuk kezdeni, és ebbe belesik a Diós Győr is a stadionbiztonsági fejlesztéseket. Itt arról van szó, hogy egy erős sorrend, nevezem erős sorrend, egy sorrendet állapított meg a, az elnökség, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy más szempontokat is figyelembe vett, nem csak az, hogy a nézőszám, a, a biztonsági foka a stadionoknak, hanem azt is, hogy esetleg a jövőre nézve hol tudunk majd nemzetközi mérkőzéseket rendezni. Mindjárt majd ezeknek a felesztésnek a részleteiben belemegyünk, de még egy pillanatra az ősznél, az őszi színvonalnál maradva, hol lehet egyértelműen önök szerint, szerintetek biztató jeleket látni? mondjuk például a nézőtábor valóságos és folyamatos, és immáron visszavonhatatlannak tűnő gyarapodása szerint? Mindenképpen azt gondolom, hogy például ez a Diós Ferencváros mérkőzés, ugye lehet azt mondani, hogy meglepetésen nyert a Fradi 3 2 ugye idegenben, maga a mérkőzés sem volt egy rossz meccs, szerintem. Ugyanakkor például a Debrecen videóton is szerintem egy nagyon jó meccs volt, amit amit néztünk. Ugyanakkor voltak meglepetés eredmények is, tehát volt még a, a szezon kezdetén egy Siófok videóton 0-0, ami, ami ugye a mostani 7-0 után különösen meglepő volt, mert a Siófok nagyon jó hely, tehát ugyanakkor, ugyanakkor az is tény, hogy vannak olyan mérkőzések, amelyek elmaradnak a vártnál, de azt látom, hogy most már lehet jó meccseket látni a magyar ö, bajnokságban is, és ami nagyon érdekes statisztika, és talán meg tudsz erősíteni, hiszen a digisport számos nagyon magas szintű bajnokságnak a közvetítő csatornája, hogy a magyar ö, meccsek nézettsége nagyobb, mint mondjuk egy spanyol bajnokié, egy német bajnokié, vagy mondjuk egy angol bajnokié. Aminek az okát nyilván nem a színvonal különbségben kell keresni, hanem abban, hogy lehet, hogy kicsi, lehet, hogy sárga, vagy savanyú, de a miénk. Ezt, ezt mindenképpen én is megerősíteném. Tehát az a lényeg, hogy el, először a produktum javult. Tehát egyértelműen leszögezhetjük, hogy jobb lehet a, a labdarúgás. Egyértelműen. egyértelműen állítom. és... Én Annak gondolom, ellenére, hogy mondjuk a gól átlag csökkent egy kicsit. Én, én azt gondolom, hogy ezek a statisztikák mindig egy kicsit ferdítik a, 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 a látványt, a, mert én azt gondolom, hogy a néző azért jött be, mert jobb a produktum. Ez köze, egyértelmű. Közel hár, három gólos volt, azt hiszem, a gól átlag. Tehát, no, egy picit csökkent. Igen, de azért, van, azért, ha belegondolunk, van, 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 belegondolunk, hogy van esély arra, hogy egy három gólos meccset látok. Persze tudok én olyat, hogy ezt mindig Arami József mondta el hogy ez nem kosárlabda. Tehát, hogy lehet egy 0 0 meccs is nagyon jó. Ah, és azt látom. mondta, hogy a, a, a szakembereknek nem biztos a gólszáma a lényeg, ettől függetlenül azért nyilván a játék lényege a gól, tehát akik, akik, akik nézik, azért pont ez a legutolsó forduló is bizonyítja. Én egy másik statisztikát is láttam, tehát az, hogy a Diós Győr és a Debrecen versengett a, a, a leg magasabb nézőszám posztjáért, és az utolsó fordulóban, a mostani ez utolsó a fordulóban, fradi ez a bizonyos Fadi mérkőzés billentett át néhány százzal a Debrecen-től a Diósgyőr felé a mérleget, de az is tény, hogy ez már ugye az új bajnokság. Tehát hiába összerendezik, de ezek már a tavaszi előre hozott meg. A százalékban ki lehet fejezni, ahhoz, hogy növekedjen stabilan a nézőszám, abba mennyit nyomalatba a foci minősége, és mennyit a stadion állapota, biztonsága, hangulata? Ez, ez, nagyon nehéz mérőszám, de az én azt gondolom elég szubjektív véleményem az, hogy, hogy 60%-ban a produktum, ami a pályán zajlik, 40%, még talán még föl is mennék, talán 70-re. Én azt gondolom, hogy a néző akkor is bejön, hogyha esik, ha fúj, ha jó játékot lát. Természetesen nagyon fontos az, hogy kiszolgáljuk a közönséget. Ma már a 21. században nem lehet az, hogy nem szolgáljuk ki a közönséget, és nagyon sok stadionunkban nem tudjuk kiszolgálni, hiszen olyan infrastruktúrális fejlettségben, állapotban vannak a stadionok, hogy valóban elriaszt egy jó pár nézőt, vagy több ezer nézőt. Ha ezen változtatni fogunk, biztos vagyok benne, hogy, hogy bejönnek a nézők. De nagyon fontos elem az is, ami mondjuk az oli területe hogy hogy igenis a stadionokon belül a stadion biztonság a a mérkőzések lebonyolítása azt kell mondjam, persze mindig vannak kivételek, és lesznek is kivételek, és a világon is vannak ominózus Ferencváros úte összecsapások, de alapvetően a stadionon belüli biztonság változott, és azt gondolom pozitív irányba változott, és megjelentek a családok, megjelentek a gyerekek a lelátón, és ez egy nagyon fontos momentum ennek a fejlődésnek. Beszéljünk néhány mondatot egy másik témáról, egy sokkoló hírről. Legalábbis számomra sokkoló hír volt az, hogy egy, egy mérkőzésről egy magyar első osztályú NB1-es csapat vezetőedzőjét bilincsben viszik el a rendőrök. A fogadási csalás ügy terjedéséről, a nyomozás kiterjesztéséről beszélünk, és Acél Zoltánról. Az én kérdésem az, hogy mit prognosztizálhatunk ezekben az ügyekben, mekkora tisztító vihar lesz ebből, és mekkora Kört fog ez végül érinteni, a tisztázást és a tisztulást, az, az nyilván van mindenkinek a közös érdeke, de meddig fog még ez, ez terjedni? Már hogy mennyi gyanúsított lesz hát, még? Hát, igen. Igen, Én olvasom a nyilatkozatokat, a gyanúsítottak köre bővülhet, tehát uh, nyilván azt gondolom, hogy még, még lesz uh, legalább két-három sorozat, bár ezt nem tudom, uh, ugyanakkor az is tény, hogy uh, jó lenne azt is, jó lenne már ezen túl lenni, tehát hogyha mindenkit felgöngyölítenének, ugyanakkor én azt mondom, hogy aki most ezek között, a viszonyok között megkockáztatja a csalást, mondjuk így köznapi szóval, az nagyon bátor embernek kell, hogy legyen, tehát azt mondom a nézőknek, hogy ha most kimennek a mérkőzésekre, ezek a mérkőzések szerintem a logikai vonalam szerint tisztáknak kell, hogy legyenek, tisztábbaknak kell, hogy legyenek, mint eddig, mert a vesztegetésnek. A, 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 szerintem ez így van. A, a, a meleg ágya, hogy azok a, a néző. Én hogy, szeretném, hogyha így gondolkodna. Hányan játszanak ott közöttük, akik régebben részt vettek ki? Az lehet, de le, ezek 2009-es események. Most pedig 2011-et írunk, és azt gondolom, hogy ilyen hírek. Ö, ö, láttán, hogy tényleg egy ilyen drasztikus jelent, mert azért ez egy drasztikus jelent, el, jel, hogy a mérkőzésről viszik vezetővény. el a vezetőedzőt, egy első osztály csapat vezetőedzőt, úgy gondolom, hogy visszatartó erejük van, és nyilván nem az erődemonstráció, hanem a, 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 a hogy mondjam, a, az elrettentő hatás indokolja azt, hogy, hogy ez így történjen meg. Volt már erre példa, láthattuk ugye, hogy a a úgymond kommandósok, persze ezt nem így hívják, fogták el a bűnszervezetben érintett gyanúsítottakat. Ezeken sokat vitatkoztak, hogy most ez szükségszerű vagy arányos-e. Nyilván, nyilván egy bűnszervezetnél lehet indokolt, ugyanakkor az biztos, hogy ezeknek a képeknek elrettentő hatása van, ezeknek a képeknek olyan hatása van, hogy senki ne próbálja meg csalni, mert így jár. Akár, hogy is veszük hosszú távon, jót fog tenni a magyar futballnak. Én egyetértek veled, és nagyon reméljük Ferivel, hogy, hogy most ezek a meccsek kétséget kizáróan tiszták. Ezt reméljük, bízunk benne, és nyilván, hogyha ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, akkor abban a pillanatban mi is megtesszük a szükséges lépéseket, akár fegyelmi úton, akár feljelentés formájában. Vissza a stadionokba, szabadlábon. Győrben és Fejéváron kezdik el a stadionbiztonsági rendszer modernizációját. Az én kérdésem az volna, és ugye egy év múlva 10-14 helyen meg kell lenni. Mibe kerül ez a rendszer? Így összesen mennyi van erre a programra? Ez egy két lépcsős program, és egy kimondottan és tisztán állami beruházásról van szó. 960 milliós a projekt összköltségvetése, ezekbe azért van adminisztrációs költség egyebek, tehát a, a projektnek ugye van más irányú költsége is. Az első ütemben úgy néz ki, hogy 6-8 stadionba fogjuk felépíteni a. A stadion biztonsági. Melyek következnek a Fehérvári és a hát, ö, után? Én azt gondolom, hogy, hogy fejből nem is tudom elmondani a sorrendet, de, de körülbelül azok a pályák, akik miatt most is említettünk, és főleg azok arra a pályákra megyünk rá, ahol a nézőszám magasabb, tehát itt a Diós Győr Újpestet említhetném még ebbe a sorba, de, de direkt nem is akarnék ebben a rangsorra foglalkozni, mert nem ez a lényege, hanem az a, lé, a fő lényege a dolognak, hogy elindul egy olyan rendszer kiépítése, egy integrált rendszer, ami a stadionok biztonságának a maximumát, 100%-át fogja adni, és ebbe egy nagyon lényeges elem is belekerül, és ez lesz a ugye, jövő júniusban ebben fogunk elindulni egy egységes névre szóló jegyrendszerrel. És ebben a pillanatban azok a statisztikai adatok, amivel kezdtük a beszélgetés, ez teljesen agzat módon fogjuk majd tudni megadni, hisz a központi adatbázison keresztül pontosan fogjuk tudni, hogy egyes pályákon hány néző volt, hány vip fogyott el, stb. És ezek egy nagyon fontos adatok lesznek, és innentől kezdve az azonosítása a, a mérkőzés látogatóknak egyszerű lesz, és meg, megbízható adatokkal fogunk szolgálni, hogyha esetleg mi rendbontás történik. Miután a pénzt az állam adja, igaz? Ezért is született az a döntés, hogy ezeket a rendszereket felszerelik, de az MLS kezelésében, tehát nem kapják meg a klubok. Igen, hát ez úgy van a, a törvényben, hogy az MLS kapta ezt a 960 milliót, de ez egy állami pénz, és ezért az MLS tulajdonában maradnak ezek az eszközök. Ha, nem fejeztem be, tehát a jegyrendszeren kívül van beengedő rendszer, kamerarendszer, és, és ennek minden eszköze az MLS tulajdonában marad, a, a klubok pedig használatra kapják meg. Az üzemeltetés az ő feladatuk. Zoli, a szurkolói kártyák is a, a szigor, meg a rend miatt számítatok-e konfliktusokra? Hát Gondolok már, arra, már hogy vannak vannak... Igen. Tehát, hogy van sokan van egy nem szeretik, hogy a nagy testvér figyel, szokott ilyenkor. I I igen, igen, ugyanakkor a nagy, nagy testvér nem biztos, hogy azt figyeli, aki nyugodtan szurkol. Tehát e, itt ez egy érdekes kérdés, hát, e, ha már azt gondoljuk, hogy egy repülője egy megrendelésénél milyen adatokat kell szolgáltatnunk. Vagy azt, hogy én, amikor az egyetemen tanítottam, akkor a törvény előírta, hogy milyen adatokat kell szolgáltatni, itt a lábméret. Kívül gyakorlatilag majdnem minden megvolt. Tehát e, itt ugye az a kérdés, hogy a jogosult hozzájárulása mindig kizárja a jogellenességet. Tehát én azt gondolom, hogy az a szurkoló, aki családdal el fog menni, annak semmilyen fél, félnivalója nincsen. Ráadásul ezeknek az adatoknak a tárolása hosszú távon, úgymond ilyen bespájzolási célja, nyilvánvalóan törvényellenes. Viszont ahhoz, hogy azonosítsa a rendmondókat, tökéletesen megfelel, és még egy nagyon fontos kérdés a néző számra, volt négy teltházas válogatott mérkőzésünk. A teltház persze sajnos a Csonka teltház, ezért is nagyon fontos, hogy bármilyen stadionja a magyar válogatottnak legyen. Nekünk mindegy, hogy ez 40 ezres, 50 ezres, vagy 60 ezres, nyilván nem mindegy, hogy BL-t rendezhetünk, vagy nem, majd BL döntőd, de nekünk az a fontos, hogy mind amennyivel a 25 ezernél többen vagyunk, annál jobban járunk, és azért Lichtenstein meccsen is majdnem teltház volt, és megint csak azt kell mondanom, csatlakozva Ferihez, köszönet azoknak a szurkolóknak, akik kijönnek, és néztem most az újságban Békés Csaba Ferencváros, 7000 néző, ha nem sajtóhiba, akkor ez egy óriási szám. Egy kupa december, már majdnem decemberben, november végén. Uraim, a végére értünk, akkor hajrá Magyarország, hajrá Magyarok, hogy úgy mondjam, és innen folytatjuk majd, mert hogy már nem fér bele az időnkbe mindenféle stadion építésekről, legközelebb majd arról beszélgetünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az érdeklődést.